Ez a történet, amiről az előbb beszéltünk, amit Matolcsy György mondott a parlamentben múlt héten, ez politológiai szemmel hogyan definiálható? Miről lehet itt szó? Fogalmam sincs. Tényleg, legőszintébben mondom. Tehát hallottunk egy állítást, tulajdonképpen érveket, vagy inkább bizonyítékokat még nem hallottunk hozzá, úgyhogy csak kötszurkálást tudnánk végezni, annak meg nincs értelme. De én nem is azt kérdezem most, hogy ez a történet vajon igaz vagy nem igaz, mert hát hogy ilyen típusú információ nyilván nincs az ön birtokában, hanem hogy mi lehet a célja annak, hogy valaki ezt elővezesse ráadásul ilyen módon. Hát például az lehet a célja, hogy igaz, és elmondja, ami valóban megtörtént. De ezért mondom, hogy tehát szerintem nem lehet azt állítani egy ilyen súlyú ügynél, hogy az nem fontos, hogy igaz vagy nem igaz. És ha valóban megtörtént, és ez 14-ben, 15-ben zajlott, akkor miért pont most és pont így kell ezt a jegybank elnökének egyszer csak elővennie? Hát tényleg nem tudom. Nem tudok erről mit mondani. Tehát ez politikailag nem értelmezhető. Összefügghet-e időzítéssel? Hát persze lehet találgatni, de őszintén szóval én nem látom racionális, akkor talán ez az elemzői válasz, én nem látom racionális magyarázatát sem annak, hogy ez miért most, és annak sem, hogy ez miért ebben a formában került a nyilvánosság elé. Irracionális magyarázatokkal érdemes foglalkozni? Érdemes, ha tudnánk ilyeneket mondani, de én ilyeneket sem tudok mondani. Hát ugye, mert elemzők, akik szabadabban beszélnek, írnak, vagy mondjuk egy kicsit lezserebben veszik a politikát, ilyeneket írogattak mostanában, hogy elképzelhet, hogy a jegybank elnökének elment a józan esze? Ön megfontolandónak tartja egyáltalán azt, hogy itt valami őrületről van szó? Hát ilyen kérdésre nem számítottam, szerintem ez már nem az a szint, amire politikai elemzőnek válaszolnia kellene. De nem jutott önnek eszébe erről az egész történetről az, hogy ez nem is biztos, hogy egy gazdasági típusú jelenség. Elemzőként nem jutott eszembe. Mi jutott eszébe mindarról, ami most például olimpia környékén történik, mert hogy ugye akkor adta azt hiszem az utolsó nagyobb interjúját ebben a témában, amikor még nem volt meg a végső válasz, hogy le fogják fújni az egészet, és akkor azt mondta, hogy érezhetően zavar lépett fel az erőben. Igen. Aztán azóta ugye Orbán Viktor döntött, hogy valószínűleg ő döntött, vagy vegyük komolyan, hogy hárman döntöttek? Hát formálisan bizonyára, de hát nyilvánvaló, hogy a miniszterelnök szava sokkal többet ért. És most mi a következő lépcső? Ugye ön akkor azt mondta, hogy itt nagy kérdés az, hogy el lehet, nem így fogalmazott, de akkor most én ezt így fordítom röviden, hogy el lehet-e vitetni a balhét a véleményét megváltoztató ellenzékkel, meg az aláírásgyűjtőkkel. Ha jól látom, akkor ilyen törekvések valóban vannak. Mennyire sikeresek ön szerint? Hát egy önsajnáltató kommunikáció az, ami szerintem kialakult, és valóban egy bűnbak kereső kommunikáció, amiben egyértelműen az amúgy egyébként egy tényszerű, az álláspontját megváltoztató, tehát ez tényszerű, az álláspontját megváltoztató ellenzéket teszi meg a miniszterelnök, meg az ebben megnyilvánuló összes kormánypárti politikus a felelősként. Szerintem ez, most ha kizárólag politikailag elemezzük, akkor ez egy hatékony, vagy a helyzetben egy adekvát válasz. Más kérdés, hogy azért ez így is problémákat vet fel, például azt a kérdést, hogy ez az egész hogy viszonyul ahhoz, amit a miniszterelnök azért nagyon sokszor mond, sugallni is próbál, hogy ez egy nem csak politikai szempontokat mérlegelő, hanem egy nagyon bátor kormányzás. Ez kifejezetten nem volt egy bátor lépés, ezt azért nyugodtan mondhatjuk, ugyanakkor egy kifejezetten politikailag hasznos lépés volt. Mennyire lehetett hasznos az ellenzéknek, vagy az új mozgalomnak, ami gyorsan pártá is alakul, a Momentumnak? Hát az szerintem az nehezen vitatható, hogy a Momentum ebből egyértelműen sikert tudott kovácsolni. Most elkezdhetünk arról beszélgetni, hogy ez vajon hosszú távon is a Momentum számára hasznos lesz-e, nem fognak-e úgy emlékezni a szavazók később, mint egy ősbűnre a Momentummal kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy most egy újonnan induló kezdeményezés számára ezek nem szempontok, később lehet, hogy ezt átértékeli majd a közvélemény, és azt is látnunk kell, hogy természetesen a kormány oldal számára sem egy, pontosabban a kormány oldal számára nem egy siker ez az egész, ami történt, még akkor sem, ha lehet azt mondani, hogy önmagában a Momentum megjelenése a rövid távon az inkább a Fidesznek kedvező, hiszen az ellenzéki tábort osztja meg, újabb jelentkező jelent meg a színen, és ez egyáltalán nem kedvező az ellenzéki politizálás szempontjából, már hogy úgy értem, hogy a létező politikai erők számára. Ehhez képest, mintha meglehetősen ideges és vehemens reakciókat váltanának ki kormány oldalról is, ugye azonnal le is lettek új SZDSZ-ezve, meg persze hazárulásig, bezárólag sok mindent megkaptak.
Igen, kétségtelen. Tehát a kormány oldal nem szokta a véletlenre bízni azt, hogy azokat, akik megjelennek a veszélytényezőként a radarjukban, azt a lehető leghamarabb ne próbálják meg legalább a saját szavazóik előtt hitelteleníteni. Szerintem ez történt. Azonnal egy címkét kell rájuk ragasztani, és ezt azt gondolom megtalálták azt a címkét, ami a saját szavazóik számára a legkönnyebben azonosíthatóvá és gyűlölhetővé teszi ezt a mozgalmat. Tehát ha pusztán egy ilyen hatalomtechnikai logikából közelítünk, akkor szerintem ez is egy hatékony eljárás volt. Más kérdés, hogy illik-e a Momentumra ez az új SZDSZ címke. Itt én abszolút szkeptikus vagyok, mert szerintem a Momentum kapcsán, ha valamit nem lehet látni, az az, hogy pontosan milyen lesz az ő ideológiai arcélük. Amit lehet látni, az az, hogy nagyon ambíciózusak, sokkal politikusabbak, mint a korábbi civil mozgalmakból kinövő szereplők. Ezek azonban, és nagyon szeretnének egy teljes elitváltást, ezek azonban szerintem inkább a korai Fideszhez teszik hasonlatossá őket sem, mint a már megfáradt, meg a politikából éppen hát a politikai temetőbe haladó SZDSZ-hez. Most az ügynökaktákról kezdtek el beszélni, eredetileg valószínűleg azért, mert őket leügynöközték. Zászlóra lehet tűzni ezt a kérdést hasonló eredményességgel, mint az olimpiát? Mit jelent ugye az eredményesség? Ugye az olimpiánál sikert is lehetett vele elérni, tehát valami elérték a céljaikat. Hogy az ügynökügyben lehet-e ilyen eredményt elérni, abban sokkal szkeptikusabb vagyok. Szerintem mindannyian, akik politikával foglalkozunk, és láttuk, hogy az elmúlt 2,5 évtizedben ezen a téren mi történt, illetve semmi nem történt. Ugye kétfelé bontható a kérdés, az egyik, hogy minek kellene történnie ahhoz, hogy történjen valami ügynökügyben. A másik pedig, hogy hozhat-e ez politikai hasznot a Momentum mozgalomnak, illetve pártnak, és hogy ez a kérdés alkalmas-e arra, hogy tovább gördítse az ő szekerüket. Így van. Szerintem a másodikra inkább igen a válasz, tehát a Momentum számára ez lehet egy hasznos téma, sok embert még ma is érdekel, és valamelyest hozzájárulhat az ő politikai karakterüknek az átformálásához. Ugyanakkor, hogy lesz ebben az ügyben valaha eredmény Magyarországon, abban én már nagyon szkeptikus vagyok, egyrészt rengeteg idő eltelt a rendszerváltás óta, másrészt pedig rengeteg akta ugye eltűnt, megsemmisült. Másrészt pedig azt sem biztos ma már, hogy kizárólag az ügynökökre koncentrálva sokkal többet tudnánk meg az előző rendszerről. Ugyanakkor persze én személyesen azt gondolom, hogy a nyilvánosság ebben az ügyben jót tenne az országnak. Ha már az előző rendszerről, azt megtudtunk valami újat a miniszterelnöktől, az pedig, hogy a kommunizmus, akárcsak a nemzeti szocializmus, a nyugat szellemi termékeként látta meg a napvilágot. Nyilván lehet ebben kimutatni tényszerű igazságot, de az, hogy ő elkezd erről beszélni ilyen összefüggésben, az nem erről szól, az valami más történet. Ön hogy olvassa? Hát így. Tehát természetesen van igazság alapja annak, amiről a miniszterelnök beszél, tehát tulajdonképpen, hogyha most ő itt lenne és ezen elkezdenénk vitatkozni, akkor tudna érvelni amellett, hogy valóban van ennek alapja kétségtelenül, akkor szerintem, ha tényszerűen nézzük, nem lehet a kommunizmusról úgy beszélni, hogy a keletről ne beszélnénk, Szovjetuniót mondjuk ne hozzuk szóba, vagy Kínáról ne essen szó. Más kérdés... Meg a mai nyugat kritika és EU kritika narratívájának részévé tenni ezt a kérdést? Más kérdés, hogy politikus és a miniszterelnökre egyébként is megszoktuk azt, hogy minden felmerülő problémát az ő narratívájával vagy minden felmerülő kérdést abban a narratívába illesz be, amit éppen aktuálisan ő visz, és ebből a szempontból szerintem az, hogy ha valaki arra építi a politikáját, hogy egy nyugatellenes beállítást próbál meg felrajzolni a magyar politikában, az kihasználja azt, hogy akkor a kommunizmus kapcsán is ezt mondja. De a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja kapcsán valakinek az jut eszébe, hogy erről is a nyugat tehet, akkor az egy teljesen természetes lépés? Hát nagyon sok ünnepi beszédet is meghallgattunk már ebben az országban március 15-én, augusztus 20-án vagy október 23-án, amelyeknek semmi közük nem volt az ünnephez. Szerintem az normális, hogy a politikus a saját éppen akkor vitt politikai napirendjén keresztül próbálja meg értelmezni a valóságot. Aztán majd a választók azt eldöntik, hogy ez mennyire állja meg a helyét. Ugye arról is szokott beszélni Orbán Viktor, hogy új világrend van születőben, és talán ezért is ad világértelmezéseket mostanában, is helyezi Magyarországot és saját magát, illetve az ő kormányát is történelmi távlatokban. Ugye nemrég ott tartott, hogy már 100 éves távlatokban kiemelkedő ez a teljesítmény. Ez mennyire lehet jó stratégia? Azért nehéz szerintem elemzőnek erről mit mondani, mert ezt úgyis majd a választók és a választás fogja eldönteni. Tehát itt a személyes véleményem befolyásolhatja azt, amit mondok.
Szerintem az a törekvés, hogy hogy a miniszterelnök hosszabb, nagyobb távlatokban, messzebbről próbál rátekinteni a magyar politikára, azonban nem csak ilyen politikai számítás miatt van. Én azt gondolom, hogy a 7 évi kormányzás után, ami ugye a plusz 4-et is ide számítva most már elég történelmi távlat, a miniszterelnöknek nem csak politikai logika miatt van egy ilyen vágya, hogy valami történelmi távlatba helyezze a saját kormányzását, hanem egyszerűen erre azt gondolja, hogy megérett is az idő, hogy őt saját maga, mint egy történelmi személyiséget, mint egy történelmi tettet próbálja meg ábrázolni. Kevés már az, amit a magyar politikában ő véghez vitt, már hogy saját maga számára, hanem azt gondolom, hogy egyre inkább ő világpolitikai léptékekben próbál gondolkodni. Ez időnként értelmezhető, időnként talán inkább karikat. Turisztikus. Melyik elemét érzi karikaturisztikusnak? Hát például, amikor tulajdonképpen nem is ő beszél, hanem inkább a rajongói követője, amikor arról van szó, hogy mondjuk egy Putyin, Trump, Orbán tengely körvonalai sejlenek fel már a háttérben, tehát amikor Magyarország nem úgy lép ki a világpolitika színpadára egy narratívában, mint a saját helyét jól tudó ország, hanem sokkal inkább úgy, mintha egy nagy birodalom lennénk. Hozzáteszem, Orbán Viktor beszédeiben azért megjelenik az, például az évértékelőben is, hogy nem baj, ha tudjuk, hogy hol a helyünk, szerintem ez egy helyes meglátás. Mi a meglátása arról, amivel a Szocialista Párt és konkrétan Botka László próbálkozik mostanában, ez mintha egy új stratégia lenne. Így van. És azt gondolom, hogy az elmúlt 7 évben a legígéretesebb stratégia a baloldalon. Ugyanakkor egy olyan stratégia, ami megpróbál választ adni a rejtvény megoldására, tehát hogy lehet úgy valahogy közös platformba terelni a baloldali szavazókat, hogy Gyurcsány Ferenc nincsen benne, csak nem látom a második lépést. Ugye eddig ez nagyon jó, tehát ha ez végig tudja vinni Botka László, hogy baloldali egységet hozok létre Gyurcsány Ferenc nélkül, szuper. Csak mi van akkor, ha nem lesz a válasz? Tehát, hogy a demokratikus koalíció és Gyurcsány Ferenc azt mondja, de ebben az esetben nincs egység. Azt nem tudom, hogy Botka Lászlónak erre van-e megoldása. Ha nincs, akkor tulajdonképpen bármennyire ígéretes is az ő stratégiája meg a fellépése, ugyanaz lesz a végeredmény, mint korábban 2014-ben, tehát, hogy nem tudja megoldani azt a rejtvényt, amit a választási rendszer átalakításával a Fidesz adott a baloldal számára. És őszintén szólva, én ezt tartom valószínű forgatókönyvnek. Kellene félnie a Momentumtól ebben az összefüggésben? A baloldalnak? A baloldalnak Botka Lászlónak ma mondta, hogy nem fél. Szerintem rövid távon nem, de hosszabb távon igen. Sokan mondják, ugye, hogy a baloldal már ne figyeljen 2018-ra, mert az elment. Ez szerintem egyébként nem igaz. De azok, akik ezt mondják, azok szerintem leginkább abban tévednek, hogy egy újabb választási vereség után az ellenzéki térfélen nagyon új időszámítás kezdődik. Az nem úgy van, hogy most egy vereségre optimalizálunk, és majd aztán utána beindulunk. Nem ugyanaz a világ lesz 2018 után szerintem az ellenzéki térfélen, ha veszít az ellenzék, mint ami most van. Ugye ilyet egyébként a Momentumosok mondtak, Botka László épp azt mondja, hogy nyerni kell 18-ban. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt.